Jó reggel, Vietnám! Csácsomi csört ezt a csokoládét! Szavaztok gyerekek, Ürva Csatit! Mi újság van? Hoztam nektek olyan kontenteket ebbe a részbe, amitől szerintem... Hát nem is tudom, hogy szokták mondani? Eláll a lélegzetetek? Vagy megnyaljátok a tíz ujjatokat? Igazából szerintem kb. Mind a kettő. Küldtetek egy csomó sorskártya ötletet, az is bekerült. Új szabályokat is küldtetek, az is bekerült. Meg még ráadásul olyan meglepetés kontenttel is. Érkeztem. Ami nem biztos, hogy ebben a részben ki fog derülni, de valószínűleg igen. Lehet, hogy beszélni fogok róla. Lehet, hogy mesélni fogok róla. Meg egyre jobban finomítjuk ezt a sorozatot, úgyhogy mindig írjatok ötleteket, mert egyre inkább finomodni fog. Nagyon gyorsan megmutatom, kilistáztam ide egy ilyen szabálygyűjteményt, ezután meg tudjuk bármikor nézni. Nincs olyan, hogy mismásolás, minden szabálytok életes be kell tartani. Bekerült igazából három új szabály. Három új szabály. A 8-as erdészet, tudjátok, van egy ilyen külön erdészet rész, ott van üzemek, tehát van azt hiszem wood chips, meg valami raklapüzem, talán, ugye? Meg igazából rengeteg fa, azt meg lehet venni 400 ezer euróért, úgyhogy ez a szabály került be. Nyugodtan írjatok még szabályokat, azokat is be fogom rakni, mert tök jó, hogyha van egy ilyen lórja, egy ilyen hátter az egésznek, nem csak úgy játszunk, hogy menjünk antani, aratni, vetni meg minden, hanem igazából egy ilyen, szinte ilyen, nem is tudom, nem mondhatnám RP-nek, de mégis egy kicsit így egy reálisabb lesz az egész. Ugye bekerült az is, hogy a közúti baleset okozás az 10 000 euró, tehát hogyha szabálytalan vagyok és úgy okozok balesetet, vagy neki megyek bárminek ilyesmi, akkor meg fog büntetni a játék. Ha rendőr látja, akkor 15 000 euró. Oké? Hogyha van rendőr autó látótávolságon belül, tehát látta a balesetet, akkor 15 000 euró. Ezt ti küldtétek egyébként. Nagyon gyorsan megmutatom az új sorskártyákat, jó? Nem, tényleg nem tart ez nagyon sokáig. Mutatom is szabályok. Oké, a sorskártyák, gyerekek. Bekerült összesen, nem is tudom, 5 darab sorskártya. Nagyon érdekes, ugye az egyiket küldte a Cumming Motoros barátunk. El kell menned Nádas falvára. 5 rész erejéig, amíg ott keresel pénzt, azt áthozhatjuk a gazdaságba. Ez egy darab sorskártyaként került be, de van azt hiszem, hogy bekerült, ez a 19-es sorskártya is ez lett, ez két helyre került be, mert igazából nagyon kicsi rá az esély, és ez egy nagyon érdekes kontent lenne, hogy át kellene költöznünk oda, igazából az ott lévő géppark dolgozni, megismernénk azt a mapot, fel kellene találnunk magunkat, és igazából amit keresünk ott, azt a pénzt ugye át tudjuk ide hozni. Szerintem ez egy tök jó content lenne. A 42-es, a boltban nagy leárazás van, minden amit veszel, a végösszegben 20%-kal olcsóbb, ezt írta valaki, ezt én úgy raktam be. Írta valaki, hogy berúgtál a helyi termelő szövetkezeti bálon, hazafele Simpson kerékpáron, így írta az illető. Elkapott a rendőr, páratlannál fizes 20 000 eurót, páros a következő kártyáig nem használhatod a járműveket közúton. Ez is szerintem egész jó. A 44-es TS-ben leselejtezték a gépeket, például MTZ, Dutra, ma féláron van. Ez is szerintem tök jó, ez a kettő típusból vehetünk féláron. A 45-ös az nagyon jó. A volánbusz elakadt az erdészetnél, ments ki, és vidd a busz megállóba, ha megoldott 30 ezer a fizetség, ehhez a munkához bérelhetsz gépeket. 46-os, földön kívüliek megcsonkították a marhálmományt, 40% veszteség. Na, ezek az új sorskártyák kerültek be, van egy-kettő érdekes és nagyon érdekes köztel, ami hát igazából jól meg tudja bolondítani a játékmenetet, de nem húzom tovább az időt, gyerekek, veressük neki. Ja, és hoztam nektek még valamit, fényújságot, úgyhogy ne takarja ki szépen a... Mi az? Ne takarja ki ugye azokat a dolgokat, amik itt látszanak. Próbáltam egy kicsit ilyen nem annyira markánsra csinálni, hanem fekete-fehérre, hogy ne ilyen piros meg ilyesmi legyen, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nem tetszik neki, szeretném, hogyha mindenki jól érezze magát a gameplayben! Na, gyerekek! Akkor a következő a szituáció, meg levontom azt a 400 pénzt, ami ugye nem is tudom mi miatt, ugye le kellett vonni, mert nem annyi volt, van annyi, amennyinek kellett volna lenni. Na mindegy, gyerekek, hát kéne dolgoznunk valamit, meg ugye nem sokára sorskártya húzás is lesz, gyerekek, minden is annyira pörgök, hogy az őrület. Közben majd olvasgatunk kommenteket, ti is olvassátok, nézzetek bele, hogyha valami érdeklődésetek van felé. Úristen, hol hagytam a járműveket, gyerekek? Várjál, a Combine az itt van.
Izé, bazd, hol a... Ja, a traktort megjavítottuk, úgyhogy akkor az be van. Fú, basszus, nagyon pörgök egyébként, tényleg. Tényleg, egyre jobban élem ezeket a részeket, várjál, ezt ki kell erre nyitani az ajtót. Egy open-nel, oké. Remélem, hogy a hang is jó, kép is jó, minden csodálatos lesz. Figyeljetek, szerintem már vásárolnunk kellene, és hoztam egy olyan járművet, amelyik iszonyatosan ikonikus a egyes sorozattal kapcsolatban is, meg ráadásul a magyar mezőgazdasággal kapcsolatban is. Úgyhogy el fogunk menni, és meg fogjuk venni azt a járművet. Úristen. Kell, több járművet is kell venni, figyeljetek. Traktorra szállunk mindenképpen, és ígérem, megpróbálok nem pörögni ennyire, de nagyon-nagyon vártam ezt a részt. Azért nem olyan nagyon-nagyon sokszor vannak. Úristen, igen. Kézifék kiengedése, izítás. És most már elvileg... Hát most meg miért nem írja izét? A damage-t. Miért nem írja a damage-t? Eddig kellett volna írni a damage-t, most meg nem írja a damage-t. De ott írja, ja, mert benn voltam a izében, jól van. Írja a damage-t, oké, minden gyerekek. Akkor csaphatjuk neki, mint az őrültek. Látjátok most akkor ott a minimap alatt, hogy mennyire vannak damage-elődve a járművek. Azért egy kicsit jobbra eltoltam ugye a chatet. Vagyis nem a chatet, mert igazából nem chat, hanem a komment szekciót, és akkor mindenki el tudja olvasni a kommentjét, meg én is mindjárt bele fogok olvasgatni, csak egy picit nyugodjunk meg. Jó, inkább ilyen munkavégzés alatt legyen az a komment olvasgatás. Addig, amíg pörgünk, mint a trágyaszóra, addig egy kicsit nyugodtan, jó? Egyébként a sorskártyák között vannak olyanok, és lesznek is olyanok, amit úgy gondoltam, hogy rejtek el különböző content activity-ket, vagyis ilyen aktivitásokat a mapon, amikkel kapcsolatba kell majd lépnünk. Például ugye most bekerült az, hogy a volánbusz ki kell mentenünk valahova, és több ilyen dolog is lesz, amit én el fogok rakni a mapon, és különböző úgymond munkákat és feladatokat és küldetéseket tudunk csinálni. És ez mind sorskártyába fog bekerülni. Például ezt úgy tudjátok elképzelni, mint például most van ez a volánbusz be van borulva az árokba, és azt ki kell mentenünk. Ez egy küldetés, amiért pénzt kapunk. És ez egy kicsit így kimozdít a komfortzónánkból, hogy nem csak vetünk, aratunk, és csináljuk ezeket a dolgokat, hanem új küldetések kerülnek be a játékba. Természetesen olyanok, amik így illeszkednek a sorozathoz. Szóval valószínűleg, hogy a sorskártyák azok ki fognak ilyenekkel bővülni. És meg is kérlek benneteket, hogy nyugodtan írjatok olyan feladatokat, amiket így meg tudunk csinálni így a mapon. És ugye például, nem tudom, olyan is lehet ugye, hogy valakinek el kell végezni munkát, valamit meg kell csinálni az egyik földön, amelyiket mondjuk kijelölitek, vagy kijelölünk, és akkor, hogyha azt a sorskártyát húzzuk ki, akkor tudunk így, úgymond, bérmunkázni is akár, és szerintem ez tök érdekes lenne. Vagy pedig akármi, autót kell mentenünk, vagy pedig el kell vinnünk műszakira egy kocsit, pótkocsin, vagyis nem tudom, traileren, és akkor ezért kapunk 20 ezeret, a Bélabának el kell vinnie mondjuk a Warburgját lemüszakiztatni, és mondjuk itt a műszaki állomás, és a Warburg az valahol egész máshol van, és akkor vissza kell vinni, és hogyha ezt megcsináljuk, ezt a küldetést, akkor várjátok, ez mi itt? Várjál, meg kell ajtam, mindig elfelejtem, hogy manuálizé van. Ez mi? Ez mi? Szerviz, bazze, van itt szerviz? Van itt is szervíz? Nem mondod, hogy itt is tudod javítani a járműveket. Egyébként akkora cool. Na ez például egy tökéletes sorskártya ötlet lenne, hogy műszakira kell vinni valamelyik NPC-nek, úgymond NPC-nek ugye, az autóját. Például mondjuk itt lenne a faluban, leraknánk Warburg, és akkor, hogyha kihúzzuk, akkor el kell vinni, vagy pedig meg kell javítatni. Mondjuk 0%-os lenne, és akkor ugye nem tudsz beleülni, nem tudsz mozogni, hanem úgy kell elvontatnod ide, vagy pedig trailerre raknod. Na ilyen feladatok, hogyha eszetekbe jutnak, akkor nyugodtan toljátok, mert szerintem tök színesíteni a játékmenetet, és azért is gondoltam, hogy így bevonnálak benneteket, mert ez igazából egy rohadt nagy közösségi élemény így, hogy ti is idézőjelesen itt vagytok velem. Na, gyerekek, akkor kellene vönni dolgokat, és hoztam olyan dolgot, amitől meg fogtok bolondulni, remélem, hogy lesz rá ülék pénz. Várjál. Az a szituáció,
hogy a morok közé hoztam, nekik olyan dolgot hoztam, meg fogtok bolondulni, komolyan mondom. Csak azt tudnám, hogy hova rakta. Én sem már tudom is, hogy hova rakta. Ugye itt az árakat, ezeket ne nézzétek, a traktoroknál ugye meg volt beszélve, hogy hogy fogjuk intézni az árakat. De én hoztam valamit, ami nélkül egyszerűen nem tudunk dolgozni se, szükségünk is van rá, és gondoltam, hogy ennek szerepelnie kell ebbe a sorozatba. De vannak itt olyan dolgok. Igen. Megérkeztünk, gyerekek. Megérkeztünk, és ennek nem fogom átírni az árat, így is rohadtul nehézre szabtuk a játékot, ugye, mivel nagyon drágák a földek és a traktorok és a pótkocsik, ott van a szabályrendszer. Ez nem számít annak, igazából ez eléggé drága lesz így is, mivel elég kicsi az a, hogy mondjam, az a spektrum, amire ugye ezt fogjuk használni. Veszünk egy rakodóképet, veszünk egy Weimar, gyerekek, és nagyon érdekes, mert ugye ez tudunk olyat is, hogy fát is tudunk vele rakodni, van olyan, hogy bálrakó, és van olyan, hogy ez, és ugye ez tudja a ganyét is rakni, meg igazából bármit, krumplit, bármit tudsz ezzel pakolni, és ez nekem nagyon bejön. Úgyhogy ezt viszünk egy ilyet is. Igaz, hogy pénzbe került, sok pénzbe, de úgy gondoltam, hogy ma egy autentikus trágya pakolást és trágyálást fogunk elvégezni. Aj, nagyon várom egyébként, annyira szeretem ezeket a munkákat, és tényleg megpróbálunk autentikusak lenni. Itt vannak csodálatos kis gépek, amik, hát jó, hát jó. Hát lehet, hogy ezzel a picivel meg fogunk elégedni. Ez nagyon tetszett ez a forsít, és ez rohadt autentikus, de lehet, hogy ezzel a kis palatossal meg fogunk elégedni. 3500 literes, ugye úgy beszéltük meg, hogy az ilyeneket az űrméret szerint, hanem meg is mutatom, mert nehogy azt mondjátok, hogy itt bármit így mismásolunk. Ugye pótkocsi ár, a pótkocsi ára az űrméret szor 1 euró, ugye? Erről beszéltünk. És ugye ez 3500 literes, tehát akkor ez igazából 3500 euróba kéne, hogy kerüljön, de 5002, ilyenkor én nem fogok mismásolni, ez egyébe került. És 1000 pénzünk marad, gyerekek, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy kifogunk egy nagyon jó sorskártyát. Viszont arra rohadtul kell figyelni, hogy nehogy véletlenül ez annyira bírom, ez annyira gyönyörű az egyébként az a jármű, ezt használtuk nagyon régen is a sorozatban, gondolom emlékeztek rá, és ez annyira kifinomultan szépen meg van csinálva, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Tényleg imádom ezeket az FS15-ös modokat, annyira szépek. Annyira szépek, amennyire hihetetlen jók. És ugye ezt tudja húzni a pórkocsit is, ez tök jó. Úgyhogy ezzel el tudunk azért így evickelni. Igazából nem, sok mindenre nem tudjuk használni, azért gondoltam, hogy az ára semmiképpen ne változzon. Ez a, na, de jól néz ki, és jó ez a kis régi krón. Ezzel fogunk egy kis trágya szórást csinálni mindenképpen. Jó, vágjunk is bele a lecsóba. Egyébként ennek a izének van IC-je is, képzeljétek el. Meg ugye van kézifékünk, aminek van hangja. Hoppá. És azt hiszem, hogy ennek van IC engine on. Ez az, indul. Ó, de jó. És a bal shift-et tudod bekapcsolni az IC-t, és konkrétan egy ki tudsz nyitni rajta mindent. Iszonyat jó. Jó, hát jó, nagyon tetszik. Jó, hát ezt csukjuk be, ezt menjünk. Jó, ezt ki is kapcsoljuk. Oké. Á, nagyon jó. Jó hangos egyébként. Remélem, hogy nektek annyira nem. Na, próbálkozzunk meg vele. Egy kis belső rézet bele, gyerekek. Ugye fölvesszük ezt, és akkor elmegyünk. Ugye, hú, nem tudom, hogy tudunk-e venni egyébként. Lesz-e annyi. Hát, hogy ezt nem tudom, hogy hol, milyen távol, hogy vagyunk. Ah, jó. Ez az. Oké. És akkor mehetünk. Hát nagyon ne okozzunk balesetet, úgyhogy okosba levegyünk a izéhez. Tudjátok, hogy hova? Van egy ilyen üzlet, ahol ugye lehet venni ganyét, és ott ugye majd megpróbáljuk megrakni. Ez nagyon komoly. Várjál. Okosba ki kéne venni, lehet, Úristen, van izé nézetünk is, de jó.
Nagyon adja. Na, próbáljunk meg okosba közlekedni vele. Nem összetörni semmit. Nem tudom, hogy merre menjek. Az a baj, hogy ugye mindig dugóval itt a... Úristen, baza, nem kéne. Nem kéne pénzt veszítenünk. Ó, baza. Halljátok, ezt nem tudom valahogy jobban becsukni, vagy valami, hogy közelebb legyen hozzám legalább. Ez nagyon messze van. Így valahogy nem. Így egy kicsi egyel barátibb, ugye? Jó, induljunk meg szerintem. És most nagyon zavaró, hogy nem törhetek össze a járműveket, bár így valósághű, úgy gondolom. Úgyhogy okosba levegyünk. Egyébként ezt lehet, hogy trélerek kellett volna szállítanom, vagy nem tudom, hogyha... És azt mondja, ott írja valami, mi az a numpad 1-est, hogyha megnyomom, akkor van valami. Nem nagyon akar semmi történni. Egyébként ezzel le lehet talpalni, nagyon jól működik ez a cucc. Kicsit gyorsítunk. Jó, mint hogy bocsánat, hogy nem olvasom a kommenteket, de hogyha ilyen úgymond fontosabb feladat van, ami koncentrálósabb, akkor azért próbálok arra koncentrálni. Ilyen egy jármű például, ilyenkor az valószínű, hogy félre kéne állnom, vagy valami. Próbáljunk meg életűen viselkedni ebbe a játékba. Nagyszerű. Szuper. Ugye ezzel akár a szalmát is tudod rakni. Tudsz hozzá venni egy... Egyébként nem, hát... Hoppa. Jó, oké. Ne okozzunk balesetet semmiképpen. Lehet egyébként a földutakon kellene közlekednem ezzel a járművel. Tehát jó, várjatok, ez merre van? Próbálok rájönni, hogy merre van az a hely. Szándékosan nem nagyon akarom a térképet nézegetni. Szépen végigballagunk. Közben lehet, hogy olvasunk egy kis kommentet, picit gyorsítunk, egy 15-tel, nem olyan, nagyon akarok ezzel száguldozni. Bár valószínűleg nem is nagyon lehetne. Köszönöm szépen egyébként a sorskártya ötleteket, tök jókat írtatok. Meg a szabályokat is, amiket ugye tudtunk módosítani. Nagyon érdekes lesz, hogyha tényleg kiúzunk egy ilyen nádast falvai mapra átköltözést, viszont arra gondoltam, hogy az egyik, ugye kettő darabban most beragva nádas falvai sorskártya. Írjatok léci egy olyan mapot, ami nagyon jó FS15-be, és ki tudnánk cserélni akkor a nádas falvai opciót, sorskártyát arra, és akkor két különböző lenne benne igazából. Jó, van, oké, gyerekek, elkecselünk szépen okosba, figyeljünk tényleg vonatra mindenre, ugye nullára lehet törni a járműveket, és ha nullára töröd a járművet, akkor konkrétan nem is tudsz beleülni. Úgyhogy kipróbáltam, mert nem nagyon emlékeztem rá, kipróbáltam egy másik mentésbe, ha nullára törsz egy járművet, nem működik. Nem tudsz beleülni, nem tudsz vele semmit csinálni, úgyhogy az arra például nagyon kellene figyelni. Valaki írta, hogy lehetne azt is, hogy műszakíztatni kellene a saját járműveinket, hogy nem tudom, hogy X idő, hogy gondolta pontosan, hogy X időnként, vagy pedig inkább úgy, hogyha nagyon leamortizálódik, vagy hogy tudnánk megoldani egyébként, az se egy rossz ötlet. Csak az a baj, hogyha nagyon sok járművünk van, akkor lehet, hogy már egy kicsit frusztráló lett, de figyeljetek, én elmegyek inkább a földes úton, okosba, és azt hiszem a híd alatt is át lehet menni, ha jól emlékszem, tehát akkor nem kell a izéken. Nem kell az úton közlekednünk, rohadt rettenetesen félek attól, hogy szanaszét törjük. Ennek a nézőpontja egyébként ennek a járműnek ilyen jó magasan van, mivel ugye gondolom, hogy a darut is normálisan tudja kezelni. Jó ez a verda, gyerekek, jó ez, szuper. Jó nagy kilátás van arra, nem? Semennyi körülbelül. Ergonómia, az így felejtős volt abban az időszakban. Na, itt azt hiszem, hogy el lehetett menni, igen, át lehet menni a híd alatt. Hát azt az áruházat kellene megtalálnunk, csak egyszer nem emlékszem rá pontosan, hogy hol volt. Úgyhogy most itt keveredés van nagyon. Azt próbálunk meg rájönni, hogy hol volt ez az áruház. Jaj, aha. Itt van a íze, itt lesz a MÁV. Jó, annyira... Nem akarok gyorsan menni, mert nem akarom szar a széjjel törni.
Nem, nem a sertéstelep van itt? Az a baj, hogy itt tök szép vannak szórva a dolgok ezen a mapon. Baj, kimegyünk az útra itt. Megyünk erre okosba. Megnyitó vonatot. És akkor a mai részben egy ilyen trágyázás dolog azt fogja kezdetét verni szerintem. Valahogy ki kéne kecsmeregni az útra, lehet, hogy rávegyek erre a földre. Nem egyszerű. Egyébként még azt is észrevettem, hogy rettenetesen durván belapulnak a járművek kerekei. Lehet, hogy sikerült beraknom valami ilyen talajdeformáció-szerű modot a játékba. Mert konkrétan el lehet akadni a gyengébb járművekkel. Ott van egy vonórút, föl van a csatszínre neki. Majd próbáljuk megtalálni azt a... ahol árulnak nekünk esetleg. Nagyon kell figyelni basszus a forgalomra. Mezőgazdaság ilyen áruház, vagy ilyen kereskedő volt valahol a mapon, de lehet, hogy rá kéne nézni inkább a mapra. Egy keveregünk össze-vissza. Ugye nekik csak nehogy összetörjünk egy jármű, mert ez 10 000-be fájna. Egy kicsit figyeljünk. Aha, lehet, hogy jó, lehet, szerintem jó fele megyek. Gyerekek, nem hiszitek el, egy Weimarral próbálok eljutni a ganét hordani, te Isten. Ja, itt írja egyébként pont, hogyha balesetet okozol, akkor fizess a jármű értékének 10%-át, tehát nem akartam én ezzel vinkódni, hanem inkább ilyen fix árakat adtam meg. Ja, a zooming motor nagyon ment, ez pont egyébként szerintem Viola Benzének a hozzászólása. Ez nem ért hozzám, nem ért hozzám, meg nem az én bajom, nem az én hibám lett volna, hogyha nekem durrant. Itt valaki nagyon tülekedik. Valami ladával. Ja, benéztem a Mercit egy újabb bolgának. Elnézést érte. Na, itt lesz az áruház, jaj de jó. Egyébként ezzel a Weimarral nem nagyon fogunk sokat közlekedni. Nem az lesz a gameplayeknek a nagy része, higgyétek el, hogy a Weimarral fogunk veretni. Igen, és itt írja például a Nádostfaldi vi dolgot. Ja, igen, meg lánctűrészt vegyek, mert ki kell csekmetelni, igen, arra emlékszem. Az is mindenképpen lesz. Na gyerekek, végre ide jöttünk, ki kéne nyitni a kaput. És itt nem tudom, hogy... Úre hangos az a jármű, gyerekek! Nem emlékszem rá, itt elvileg lehet venni dolgokat. Mit lehet venni? Itt meg tudod tölteni a vetőgépet és a permetezőt, ez tök jó. A helikopterre ide például le lehet szállni, hogyha majd lesz. Gondoltam egy olyan sorskártyára, hogy megkapod a helikoptert egy napra. Bár nem tudom, hogy azt nem raktam be, már nagyon nem... Ide. Ja, tüzép! Ja, tüzépnek nem elő! Tudunk értékesíteni és vásárolni dolgokat, ez tök jó. Meg kell nézni, bazza, azt hiszem itt veszik a deszkát. Igen, itt deszkát tudunk, és a fűrésztelep ezzel lenne jó. Deszkát tudunk venni, rönköt. Farönk, deszka. Ez nagyon jó, ez nagyon élem. Itt meg, lehet, hogy el tudnánk adni. Itt tudunk venni... silót. De jó, silónak van nevezve. És itt tudunk trágyát venni, és itt tudunk venni... Kik trágyát is tudtunk volna venni? És itt van a izé, tulajnak a Suzuki-ja. Hát ez mekkora király, hogy van tüzép, nem? Hát ezek meg itt kell lennie a gané mellett, ne vicceljé. Nagyon szépen okosba bemegyünk, ne törjük össze. Igen, egy picit gyorsabban azért jó. Gyerekek, már össze is törtem, hallod? Már 1%-om van, valahol oda vertem. Hát ez nagyon jó. Szépen oda bemegyünk, betolatunk valahogy, betalfalunk. Aztán mindjárt rakjuk a izét. Rakjuk a ganét, lejövünk ugye a trágyaszóróval, aztán megküldjük azt a területet. Jó, gyerekek, várjátok, van egy kultivátorom, de ez elég gyenge. Valami nagyon kakkancs kultivátorom van. Valahogy úgy kéne állnom, hogy lehet, hogy ezt így fogok beállni, ahogy vagyunk. Hoppa. A betonnak egy kicsit nekidurrantottunk.
Betonnak nem kell fizetni. Nem aggódjatok, nyugi. Jó, és akkor így szerintem ide állok a pótkocsiba, ide tolatok, akkor úgy tudnám pakolni. Jó. Vajon nem nagyon akar megállni, bazze. Numpad enter. Hát azzal nagyon nem áll meg. Jó, gyerekek. Nem akar megállni. De jó van. Várjál, IC-vel nem tudom belső nézetbe, vagy akármicsoda? Nem hiszem. Jó, hát ez nem akar megállni. Jó, mindegy. Akkor itt ketyeg nekem, ez van. Talán nem eszik túl sokat. Jó van, gyerekek. El kellene venni haza, addig olvasom a kommenteket, jó? Egy picit. Jó, itt valaki arról beszél, hogy ugye egy másik sorozatot kezdhetnénk, vagy minisorozatot csinálhatnék egy másik játékból. Azért sem szeretnénk, mert akkor nagyon elvonja a figyelmem egyébként másik játék, hogyha elkezdem. És akkor nem csak az, hogy időm nem lesz erre, hanem akkor nagyon arra rákoncentrálok, azon pörgök, és így nem biztos, hogy kifizetődő lenne számotokra, hogyha ez megint elhanyagolódna ez a sorozat. Ja, a Cooper családról csomót kérdeztetek. Ugye beszéltem is az előző részbe róla, hogy egyébként nekem is hiányzik, és nagyon furcsa, csomó emlékem van vele kapcsolatban, mármint így körülbelül ugyan, vagy egyszerre videóztunk, ugye, egyszerre kezdtük, és tök jellegzetes indexképei voltak a két oldalt Cooper Channel függőlegesen ugye fel volt írva az index képére. Annyira frusztrált mindig, mert én is szerettem úgy írni, így oldalra tudjátok, így megjelölni, vagy odaírni. És soha nem mertem, mert nem akartam, hogy úgy érezze, hogy kopizom. Na gyerekek, megyünk a izért. Megyünk a traktorért vissza. LHX volt, igen. Kolompár Démon írta, hogy az a helikopteres játék, amire lezerőd beszéltem, az legelső volt. Az LHX volt, nem HLX. Akkor azért nem találtam meg róla videót egy csomó, szóval mindig megkeresem egyébként ezzel a régi játékokról videót. De ez, fú, az mennyire gagyi játék volt, nem? De akkor valahogy annyira brutálisan jóra éltem meg. Emlékszem, meg lehetett nézni, rá lehetett közelíteni az ellenfelekre, amiket kijelöltél, meg minden. Fú, akkor nagyon, nagyon életűnek tűnt számomra. Igen, József itt ír például sorskártyát, hogy például, hogy kigyullad az a jármű, amelyik benéppen ülök. Ha az a baj, hogyha hasonló sorskártya már volt, akkor azt nem akartam berakni, hogy ne az legyen, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a sorskártyákat csak át, idézőjelesen átfogalmazva ugyanazok legyenek benne. Érted? Mert most akkor lehet olyan is, hogy elromlott a gép, amelyikben ülsz, váltóhibás a gép, amiben ülsz, és akkor ott gyakorlatilag a végeredmény meg majdnem ugyanaz lenne. De szerintem egyébként valamit tőled is beraktam sorskártyát, de mindenki szerintem rá fog ismerni. Gépker Kft. Buszállomás. Bazze, emlékeztek, fölhívtuk azt a telefonszámot ami rajt volt. Vagy volt olyan, vagy fel akartam hívni? Hívjuk már fel, basszus. Várjál, itt volt valahogy egy telefonszám, így a fölhívom, komolyan mondom. Gépker Kft. Fölhívjam, bazze, komolyan mondom, fölhívjuk, gyerekek. Hallod? Fölhívom, hogy ez tényleg a Gépker Kft. Mekkora flash, hogy lehet, hogy csak poénkodtunk rajta, hogy felhívjuk. Na mindjárt, hallod? Ezt most kihangosítalak beleteket, ezt fölhívjuk ezt a... Alsó Újlak, Szerencsi út 3. Na, 0630 946 46 67 94.
Na gyerekek. Nem veszik fel, basszus. Hát lehet, hogy zárva van éppen, nem? Vagy éppen ki vannak a szervizben, hátul dolgoznak valamit. Épp egy MTZ-n, henger fejezik az MTZ-t. Hát nem hiszem el, pedig mekkora jó lett volna, hogy felveszik. Az lehet, hogy tök valós a telefonszám, gyerekek. Munkaidőbe kéne hívni, most már délután van, lehet, hogy nem dolgoznak. Ó, ne, nem veszik fel. Ó. Egy gyerekek, hát akkor ez így jártunk. Akkor nem sikerült ezt felhívni, pedig vicces lett volna. Nincs kim valahol még egy telefonszám. Hát mekkora flash lett volna. Na gyerekek, menjünk a trágyaszóróval, aztán trágyázzuk meg. Ó, de kár. Majd, hogyha véletlenül más időpontban veszem fel a videót napközben, akkor felhívjuk. Lehet, hogy azt valóban az. Ez meg tényleg nagyon izé lenne, nagy flash lenne. Ho-ho-ho-ho-ho! Basszus, tankolnom is kellene, gyerekek. Ha most látom. Valaki írta is egyébként a kommentekbe, hogy ne felejtsék el tankolni, mert rá fogok cseszni. Azt a betyen, ennyire elfogyott. Hát mennyire eszi az üzemanyagot ez a... az a... Urzus. Ez durva. Oké. Okay. Meg az a baj, hogy mindig járatom őket. Azt lehet, hogy ez nem tesz... Nem nagyon tesz jót neki, várjál? És be kéne kötnöm. Igen, kornánt is, oké. Okay. De akkor most menjek el tankolni? Hát nem fog pénzem lenni, nem lesz pénzem már izére. Gyerekek. Hát a végén még csődbe viszem ezt a nagy vállalkozásomat, nem igaz, srácok? Ez komoly. Nagy mezőgazdasági vállalkozás. Igen, pont írja valaki, hogy gameplay közben jó ötlet a komment olvasás, csak lehetne gyorsabb. Bár a járművek állapotát kitakarja. A betűméret kiváló, telefonon is jól lehet látni. Köszönöm szépen egyébként ezt a kommentet, legalább ez egy kicsit bátorító volt. Most szándékosan úgy raktam, hogy a gépek állapotát lehessen látni. Viszont szerintem elmegyek tankolni, és csináltam egy hatalmas nagy hülyeséget, hogy nem néztem körül már megint. Aztán majd csodálkozok. Hogy összetöröm a gépet. Elmegyünk tankolni a benzinkútra, gyerekek. De valami nagyon-nagyon akkurátusan kellene fordulnunk is, nehogy tényleg összetörjék bármit. Meg nem is az én gépemet féltem, hanem drágább a másé. Okay. Megyünk útra megtankolni, azt utána meg irány van. Gyerekek, semmi pénzem nincs. Hát nem bízok valami jó sorskártyába. Kb. A 30. percnél tartunk. Nettó gameplay szempontjából ugye kicsit húztam az időt az elején, nem szándékosan nyilván, hanem azért, mert hogy mondjam? Hanem mert elmondtam ugye, hogy mi történik éppen. Hú, gyerekek, még annyit akartam mondani, láttátok, hogy nincs itt a volánbusz a busz megállóba? Tudjátok miért? Mert bele van borulva a szárokba, hogyha esetleg olyan sorskártyát húzzuk ki. Szasza a haverom meg éppen játszik a Drive Beyond Horizon-nel. Na, itt kellene elvileg tankolnunk. Így valahogy ugye, talán itten Mario is, mivel tankolunk? Lecsatolás, munkaerőfelvétel, újra tankolás. Remélem nem lesz túl drága. Ó, jó van, nem, hát ez nem drága. Meg hát igazából ilyen minimál tankja van, 34 liter, azért is ugye volt ez. Elég olcsó. Megyünk aztán Ganét hordani, gyerekek. Hát nem lehet itten tökörészni. Azt a bőtyát. Fú. Elmegyünk a Weimarhoz, aztán ott húzunk egy sorskártyát. Jó srácok.
Nagyon, nagyon izgalmas. Ez komolyan nekem egy akkora plusz ez a sorskártya húzás dolog. Egy olyan flash, hogy ezt erre mindig így várni kell, meg még ráadásul ugye tök izgi is, hogy mit húzunk ki, teljesen így meg tudja fordítani a játékmenetet akár jó irányba is, akár rossz irányba is. Ez annyira jó. Tudjátok, mire emlékeztet? Volt régen hát most már talán nagyon régen jött ki része a SimCity-nek. Meg igazából több ilyen stratégiába, ilyen városépítő stratégiába is szokott lenni, ilyen random eventek, amik ugye néha így beütöttek, mit tudom én, tornádó, vagy UFO támadás, vagy akármi, és azok így random tudták változtatni a játékmenetet, vagyis tök megváltoztatták a játékmenetet. És ezzel kapcsolatban is úgy érzem, hogy kb. Ilyen hatása van, hogy ad egy ilyen random faktort, és ez tök jó, mert nagyon változatos. Nagyon bírom, ezt nagyon szeretem. Gyerekek, szuper. Menjünk gyorsan. Figyeljünk a forgalomra, igen, mögöttünk van, ilyenre is figyelni kell, nehogy belefékezzük, nehogy nekem jöjjön, nincs büntető fékezés, okosnak kell lenni, ügyesnek kell lenni. Így gyerekek, nem babra vegy a játék, és akkor szépen megtrágyázzam azt a földet, meg utána meg megtárcsázzuk, mert lehet, hogy először le kéne tolni a izét. Ugye meg kellene kultiválnom, hát most valami nagyon alap kultivátorom van, nagyon pénzünk nincsen, szóval nem fogok tudni most, mert valaki írta, hogy tárcsázzak, meg boronáljak, meg szántsak, ezeket nem tudom megcsinálni. Egyébként azt hiszem Viola Bence írta, hogy az időszakos szántás legyen, lehet ilyen, mondjuk legyen egy szabály, hogy 4 vetésenként kelljen szántani, tehát ne kelljen mindig. Ne haragudjatok, hogy nem olvasom mindenki kommentjét, de igazából így mindenki tudja, olvasni a másikakét, többiekét, és esetleg tudtok egymás kommentjeire is reagálni. Isabella néven, arra emlékszem szerintem, amikor írtad az MTZ-ket, most majd a kommentet olvasok, és akkor azon hülyeskedtem, hogy Isabella, ugye? Akkor voltam kb. 7-8 éves, írja a srác. Nagyon durva. Ez hihetetlen. Meg tényleg, aki meg ilyen 12 éves volt, az körülbelül most már ilyen felnőtt. Lehet, hogy már kezd családot alapítani, vagy bármi. Valaki írja, hogy jó lenne, hogyha minden ötödik rész live lenne. Hát attól egy kicsit félek. Az a baj, akkor azért szét szoktak csúszni a dolgok elég keményen. Elképesztő jó videó, rajtad nőttem fel. Az intro igazi retro feeling. Hát azt mindenképp akartam használni. Láttam egyébként Gangster is írt kommentet, hogy Jézus a régi intro. Na gyerekek, megyünk, ezt húzunk egy sorskártyát, nézzük milyen, itt mögött, ja lemaradt, fazza, mennyivel mennek ezek csak. Ott van, írja a Zoltán egyébként, ezt a leselejtezett MTZ dolgot, hogy ha azt a sorskártyát húzom ki, akkor félárért vehetek MTZ-t vagy Dutrát. Ez szerintem tök jó. Ő egyébként azt írta, hogy legyenek azok is, hogy gépek is, de én le akartam korlátozni, hogy csak MTZ is Dutra. Bár lehet, hogy a lábát azt belevehettem volna még. Na, lassan megérkezünk, srácok. Meg is érkezünk. Én ide félreállok. Mert ez iszonyat hangja lesz a Weimarnak, mert úgyhogy nem tudtuk leállítani. Úgyhogy egy kicsi pihivad. És akkor nyomunk egy sorskártyát, mert szerintem most már ideje van. És szerintem, gondolom, ti is várjátok, hát remélem legalábbis. Na, akkor jöhet a sorskártya húzás, jöhet a pörgetés, és beraktam még egy feature-t. Ezt mindjárt meg fogjátok látni, az is érdekes lesz. Mindjárt gyerekek. Látjátok, hogy most a 47. sorskártya pörgető opció az egy olyan, hogy kell pörgetnem kettőt.
Tehát, hogyha azt kipörgetem a 47-et, akkor kell pörgetnem kettőt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz szerintem megint. Na, nyomjunk egy spint, aztán lássuk. 35-ös sorskártya, gyerekek! Na, bazzen, mi lesz az? Jaj, more, már most félek. Nézzük a sorskártyákat. 35-ös. A mai rész erejéig egy gépet ajánl fel neked az Axial ingyen, de kell róla tesztet csinálnod, ha elfogadod! Na bazze! Akkor ingyen vehetek gépet. Úristen, ezt hogy oldom meg, mert ugye pénzük az nagyon nincsen, de lehet, hogy ezt majd így megoldja a Keeper okosba utólag, mert ugye meg kell venni. Várjál már, akkor valami gép. De valami gép, hát hogyha... Csak az a lényeg, hogy akkor kell róla csinálnom tesztet. Az azt jelenti, na várjátok, 35-ös volt, ugye? Jól láttam, 35-ös. Na, akkor ezt már figyelj, ezt már elmegyek oda. Akkor ebben a részben bármilyen gépet választhatok. Az axiáltat nyilván a retrogépet fogunk választani, akármi is lesz az. És akkor azzal tudnék dolgozni. Ó, de jó. Jó, ennek örülünk. És ezt lehet, hogy bazett le... Tudjátok, mit fogok választani? Bazd meg, lesz a tárcsázásunk. Ilyenkor azért úgy dukáljon, úgy legyen ez a sorskártya, meg szerintem annak is van értelme, hogy ehhez kapjunk egy eszközt is. Azt a betyár már tudja is a képer, hogy mi lesz itt a fáma. Jó, ilyenkor a pénzt majd fölírom, hogy mennyi pénzünk van, és akkor abból fogunk gazdálkodni. Jaj, gyerekek! Hát az Axial felajánlott, csak az a lényeg, hogy tösztöt kö... Olyan, mintha egy tesztvideót kellene róla csinálnom. Ennek örülünk. Ez meg itten kötyög, baza. Kötyög. A gyerekek be kéne tolatni ez a bőrdába. Figyelj, mindjárt megtanult a Keeper tolatni. Ha már egyszer téd van, oda nézzél. Ha már nem babra megy. Tehát meg cseteg itt az a Weimar öcsém, sose áll meg. Na jó, oké. Viszont ezt megállítom. És azt mondom, hogy megye vagy nem, az olyan hangja van ennek a Weimarnak. Na, jó, ez szerintem tökéletes helyen van. Viszont, akkor... Az úgy fog működni, hogy akkor... Egy gép meg egy eszköz. Jó, ez így legyen, mert igazából mit tesztelek egy mondjuk, hogyha akármit is kapok, mert nincs igazából hozzá semmim. És az a gép vagy eszköz nem lesz más, mint a Keepernek egy társ, akivel föl tudja tárcsászni a földet! Na és akkor ezt úgy oldjuk meg, mert ugye nem tudok addolni, sajnos FS15-ben nincsen ilyen mit tudom pénzbeadolási dolog, hogy akkor... Várjál már. Akkor ez úgy fog meg majd történni. Figyelj, itt még csak úgy lehetett 15 felvenni pénzt, hogy tényleg oda kell menni. Ez úgy komoly lesz. Na jó, akkor oda settint a Keeper. Igen, egy tízére gondoltam, egy rábára egy ilyen tárcsával. És akkor a földünket meg tudjuk vele csinálni. És akkor vissza fogom írni, megjegyeztem, 1077 pénzünk van, és akkor ugyanúgy, amikor megveszem, eladom minden, gyakorlatilag ugye ezt nem, sajnos nem tudom megoldani, hogy ingyen megkapjam, mivel ez egy nem olyan játéktechnikai dolog lenne. De bazza, nincs olyan, hogy ezért nem tud fölvenni pénzt komolyan. Statisztikák, itt nincs bank. Tényleg? Egyenleg, meg ilyen semmi? Hát ez akkor jó van. Akkor oda kell menni be ezzel az automatához. FS15-ben még ezt kellett csinálni, ez halál komoly. Lehet, hogy azt én vagyok a hülye. De mindegy, oda megyünk az automatához. Megvesszük a rábát. Megveszük az IH tárcsát hozzá, és akkor meg tudjuk munkálni a földet. Ez tök jó, mert akkor így féltem tőle, hogy azzal a kis, nem is tudom, 3 méteres kultivátorra, amire én végigrántom basszus azt a ízét, azt a földet, arra a nap le fog menni. Hát gyerekek, még jó, hogy toronyirát megy a képer, fut, mint az őrület a ízé bóthoz. Nem tudok teleportálni se végig, ugye? Vagy itt még teleportálni se lehetett? Hát hogyan lehetett volna? Ugye nem lehetett. Hogyan lehetne? Ez ugye jó buli. Tényleg nem lehetett?
Várj, a kombájnomba beleugratok, azt innen közelebb van. Jó. Bocs, ez fakereszt, de most be van sózva a keeper, mint az állat. Beugrottunk a izébe. Ide. Jaj, rábát fogunk tesztőni. Legszívesebben egyébként összevágnám ilyenkor, de maradjatok velem. Addig olvasunk. Abban ne hagyd, csak így tovább. Csak a farming. Igen. Na, akkor így ugye föl kell vennem egy kis zsetit. Egy kis zsetit. Igen. Nem tudom mennyi az ilyet. Tehát csak figyelj, fölveszek 20 ezeret. Ugye 1077 pénzem volt, innen fogjuk tudni. Ugyanannyit vissza fogok írni, visszaadom a pénzt, mert minden akkor a következő részre így meg fog oldódni. Remélem annyiből ki fog jönni. De hát igazából meg is vehetünk, itt nem kell elmenni sehova. Ó, de jó lesz, ó, de jó lesz. És a sima kerekeset akarom, oké. Okay. És akkor... kellene nekem egy tolajlazító, és az nem lesz más, mint egy böszmenek. Ó, ez mi ez? Egy ilyen hagyományos, nem akarok ilyen rohadt nagyot. Rába íha. Nem is kell akkora, mert nincs elég pénzed, az mennyibe kell? 20 ezerbe? Hát akkor mehetek vissza. Jaj, gyerekek, nem egyszerű az élet itt, még Farming Simulator 15-be. Olyan manuál az egész. Nem digitális a dolog. Jó, hogy nem izébe kell, mert nem bankbosztam, izébe kirabolni egyed. Mennyi pénzünk van? Oké. Okay. Mindegy, hogy mennyit veszünk fel, úgyis vissza fogja írni a keeper minden szépen, okosan. A legvégére úgyis ugyanott fogunk lőni. Nem itt akarok vásárolni, hanem itt. Ú, gyerekek. Na, szuper! Megvagyunk. Ez egy jó sorskártya volt. Ugye tényleg az a lényeg, hogy a következő részben is pontosan ugyanannyi pénzen fogunk kezdeni, mint ebbe a részbe. Vagyis miután megcsináltuk ezeket a dolgokat. Na. Akkor, kivisszük a földre, és utána csinálunk róla a videót. Annyira imádom ezt a... Nagyon jó ez a mod is egyébként, gyönyörűséges. Annyira szép. Ezt a modot még egyébként a Spintiles-be is átmentették, pontosan ugyanezt, ugyanezzel a textúrázottsággal, mindennel. Fú, de jó, várjál. A van icénk is, nagyon jó. Van icénk is, amiket nem tudom, mit lehet mókolni, de van icénk. Ugye, megnézem a késeit, mert... Elvileg írja, hogy van icénk, de úgy látom, hogy nem sok mindent. Aztán lehet, hogy van, de jó, oké, nyomjuk neki. Használjuk ki, hogy van egy ilyen csodagépünk. Iszonyatosan jó hanggal. Egyébként, amikor még sípkötők és sülőgyerek voltam, hát ez körülbelül volt 5 évvel ezelőtt, már mindjárt mondom, hogy mire gondolod. Akkoriban. Ezt tudjátok, hogy nincs vagy TLT? Mekkora durva. Elvileg olyan eszközöket, amint TLT kellene, azokat nem tudnád működtetni vele. Nagyon furcsa dolog ez. Oké, csapjuk neki, gyerekek. Szépen kivegyünk. Na hát ezzel ne okozzunk balesetet. Hát akkor ennél nagyobb gépet még... Figyeljetek, majd a végénre az lesz, hogy mínusz 20 ezer. Mert össze-vissza török minden járművet itt, az, amire kihúzom ezt az IH-t. Mondjuk ez még nem olyan nagy, még jó, hogy nem a legnagyobbat hoztam. Mondjuk az a lényeg, hogy innentől a kereszteződésig jöhetnek járművek, aztán onnan már nem. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. Haj, basz, itt is van! Majdnem nekiúztam a izét a tárcsát. Gyerekek, ne jöjjön szembe semmi, még egy darabig hallod? Akkor megvadulunk. Hoppá, hallod? Most azon gondolkozok. Ti már biztos láttátok, te kiraknám az indexképnek a rábát. Gondoljátok, mit csiteltem be, milyen pénz, honnan van nekem rábám. De hát nem az enyém, csak megkaptam tesztelésre az Axia által. Hát rohadt nagy ívbe kéne befordulnunk, úgyhogy egy ilyen ekkorával szerintem minimum. Úgy, ezt jó megcsináltunk. De nem igen nagyon fordult volna el. De jó, nem törtünk össze semmit, úgyhogy király vagyunk. Gyerekek, ekkor... Így, amikor benn vagy ebbe a gépbe így, egy ilyen belső részbe, akkor ilyenkor látjátok, szerintem itt lesz egy izé, kicsapjuk az ajtaját. Nem nagyon akarja kicsapni. Hú, azért itt jó, mert itt nem jön semmi már. Ja, nem nagyon akarja kinyitni, pedig elvileg köllene neki, de hát jó van. Nem.
Né, az a baj, annyi modot beraksz, akkor már így konkrétan bebugoltatják egymást. Szóval nem a legaranyosabb. Jó hosszú szerelvény ez, gyerekek, gyerek. Megtankolni nem fogom, az biztos. De gatyámat megeszi az a gép. 250, paci, lóerő. Ugye. Sor 6-os, dízel. Rába motor. Ahogy köl. Nem tudom pontosan hány köbcenti, úgyhogy kövezzetek meg. Amúgy látom, működnek a műszerek is. Ugye, aha. Működnek szépen a műszerek is. Okosba kimegyünk. Nem tűnik olyan nagynak, de gondolom, aki élőben találkozott ezzel, az tudja, hogy mekkora. Ez a magyar Monster Truck körülbelül. Olyan nagyon sokkal én úgymond, hát találkoztam nagyon gyakran, csak sokat nem ültem rá bába, sajnos. Potter ugye 82-es kiskabinossal volt. Ugye a rábások azok körülbelül ilyen külön kaszt szokott lenni nálunk. Ugye a TS-ben. Elég kevesen voltak. Summer Lacié voltak azok. Szent Péter úr TS-ben. Nagyon érdekes a... Fú basszus, szerintem be fogom linkelni a csatornájukat. Summer Laci, szerintem jól tudom, Summer Laciék. Mindjárt elmondom, hogy kik ők. Na, gyerekek, ide befordulunk szépen a földre. Hát nem valami nagy az a tárcsa. Szépen úgy csináljuk, ahogy kell, hogy a végén ledüllőzzük. Okosba. Álljunk meg egy szóra. Mivel ugye kell az axiálnak róla csinálnom egy izét, egy videót. Úgyhogy akkor... Na, mit tudunk elmondani a rábáról? Rába 250-es, ugye az nem más, mint a amerikai Steiger Cougar 2-esnek a licence alapján készült Magyarországon, a Győrbe, a Rába gyárba. Az eredeti amerikai traktor, törzsuklós traktor, Steiger márkanév, ugye ezért szerepel a Rába 250-es nevében is. És ugye gyakorlatilag a motoron kívül szinte, motoron és a válton kívül szinte pontosan megegyezik az amerikai tárgyasával minden részletében. Hajrá! Ennyi volt! Azt nem mondták, milyen részletes bemutatót kell csinálni. Na jó, de azért majd fogunk még. Fogunk még. Beszélni róla. De szerintem közben most veszük fel a vágóképeket, srácok. Igen, mit tudok egyébként még mondani erről a gépről? Itt ugye az egyik érdekessége, hogy ez egy nagy vonóerejű traktornak számít. És emiatt konkrétan szinte csak ilyen földmunkákra használták. Emiatt a TLT nincs is ugye a repertoárjában, nincsen kardán meghajtása a traktornak. Szóval ilyen kardán meghajtású eszközöket gyakorlatilag vontatni tud, de meghajtani nem. Viszont ugye nem csak ez a meghajtási mód létezik a mezőgazdaságban, hanem akár hidromotoros is, azt ugye tudja, mivel hidraulikus csatolási pontok, azok vannak a traktoron. A traktoron! Jó van, gyerekek! Jó van, nem készültem fel, hogy egy rábát kell bemutatnom. Nem készültem fel. Jó, ez azért csodálatos. Egy kicsit lehet, hogy gyorsabban fogunk végezni vele, mint hogyha az Urzusszal kellene itt végigrángatnom a 3 métereset, nem, srácok? Hát sajnos nem kormánnyal játszom, ezt kérdezte is valaki, hogy miért nem kormánnyal játszom. Az a baj, nagyon körülményes, hogy mindig fel is leszerelni a kormányt, ugye. Ezt azért nem nagyon erőltettem eddig. Figyeljetek, itt ki is fogok menni, vagyis föl is emelem a tárcsát. Aztán nyomunk egy egyíveset, megpróbálkozunk vele. Remélem, hogy nincsenek itt benne tuskók, meg egyebek.
Aztán majd a végét lehúzzuk szépen okosba. Ha úgy adódik, jaj, de jó, végre valami jó képet tudunk. Tök jók ezek a sorskártyák azért, tényleg olyan random dolgok így bekerülnek a gameplaybe, meg így a játékmenetbe, amik azért egy kicsit megbolondítják az egészet, nem? Adnak egy olyan lehetőséget, amit nem nagyon tudunk elérni, vagy pedig épp egy olyan negatív dolgot, amivel nem számolunk. Jó, ez egy jó sorskártya volt, kíváncsi vagyok már a következőre, már azt várom. Azért is raktam be 47. sorskártyának azt, hogyha véletlenül kihúzzuk azt, akkor kell 2 darabot húzni. De egyébként lehetne az többször is bent szerintem, hogy lehetne... Úristen, ez milyen franc? Gyerekek, ez rendesen lapul ez a gép, meg szépen mozog egyébként. Nem tetszik ez a... Ó, tök jó a fizikája ennek a játéknak, még mindig. Azt kell, hogy mondjam. Jó, hát ezzel egyel gyorsabban végzünk. És akkor a következő részre marad a trágyázás, srácok, úgyhogy bocs, ez fakereszt. De ezt a lehetőséget, ezt ki kellett használnom. Hát képzeljétek, hogyha az Urzus-szal kellett volna most ezt a tárcsázást csinálnom, az tényleg borzalmas lett volna. Így meg munka közben szépen nekiállunk kommenteket olvasgatni és beszélgetni, filózgatni különböző témákról. Jól van, srácok? Na, nézzük! Ezeket a videókat szeretem, Dávid írta. FS15 és 17 a király. Csapas keeper. Süni 1-2-3-4 írja. Mindjárt nézem, hogy miért. Szerintem nagyon jók ezek a retro, klasszik videók. Köszönöm szépen, Süni. Ja, itt egyébként nagy vita alakult ki ezzel kapcsolatban, ezzel a Curse Play-jel kapcsolatban. Mivel azt néztem a kommenteket, hogy valaki írta, hogy jó lenne, hogyha használnád, valaki írta, hogy nem valami nagyon jól működik ezen a mapon. Mindenképp ugye egyszer kell használni, ahhoz, hogy ugye felvegyük a földet vele, szóval nem tudom, majd lehet, hogy fogjuk használni. Igen, egy útvonalat kell felvenni vele, ahol végigmész Rábával, MTZ-vel, és akkor ugye azt leutánozza. Hát nem tudom, azt nem tudom, hogy fogom-e használni. Autokombány módot mindenképp fogjuk használni. Ó, de jó. Jól van. Megcsináltuk a tesztet is az Axiálnak, úgymond. Megpróbáltuk fölhívni őket. Ez tök flash lett volna egyébként, hogyha tényleg működik. Hát nem vették fel. De kicsön. Kíváncsi lennék, hogy ez milyen szám. Ez ilyen ikonikus. Szinte már ilyen mémelni szokták, ugye, hogy a lábad között van a váltó, ott kell keverni a izét, babbujást, vagy a paprikás krumplit, hogy pont a két lábad között. Ugye Rábánál. Na, gyerekek. Szépen fölkapom. Kihúzzuk, ameddig lehet, ezt úgy is le fogjuk dűlőzni. Ádám írja, hogy örülök, hogy újraéleszted alsó újlakot. Basszus, hogyha meg lesz a ladám, ugye mindenképp lada őrületbe vagyok, ladát akarok venni. Hogyha meg lesz a ladám, el fogok menni alsó újlakra, és csinálok egy képet a izé táblára, gyerekek. Vagy egy alsó újlakon kellene egy... Ja, valaki meg írja, hogy egy jó reggelt Vietnám matrica kellene a ladára. Ja, alsó újlakon kéne szervezni egy ilyen találkozót. Meg valaki írja, gyerekkorom egyike, mint a tegnap lett volna. Nagyon sokan írjátok ezt egyébként, hogy gyerekkorotokat idézi ez a sorozat. Örülök neki, hogyha tudok visszaadni belőle valamit.
Igen, itt írja valaki, hogy honnan töltöm le a modokat, FS Portál megszűnt. Egy kicsit körvonalazódik még, hogy miket pakolok bele, mert ma is bepakoltam vagy 10 darab modot, vagy még többet. És akkor ki lesz? Kirakom, jó? Valaki írja, hogy FS 15, 17, 22, 19, 22-ben is ezt a mapot használja. Szilvia Kacsor írja, szia képer, én a te videóidon nőttem fel. Ez nekem számomra nosztalgia. Tök jó olvasni a kommenteket, ne arra ugyatok, hogy megy. Egy valaki írta egyébként, hogy nem tetszik neki, hogy így mennek a kommentek, hogy nagyon őrítő. Ezt majd felteszem kérdésként a komment szekcióba, jó? Kitűzöm. Úgyhogy ha gondolod és zavar, vagy éppen nem zavar, akkor nyugodtan tudsz most itt reagálni rá. Lepörgetsz, és látod a kommentemet, ahol kérdezem meg, hogy legyen-e vagy ne. És akkor igazából akit, akkor tudtok szavazni, tudtok ráírni, hogy ne legyen vagy legyen. Vagy pedig akkor, aki szeretné, hogy legyen, az nyomjon egy lájkot a kommentemre. Aki nem akarja, az meg írja oda, hogy nem akarja, jó? És akkor így el tudjuk dönteni, hogy legyen ez a sáv, ahol a kommentek mennek, vagy ne legyen, jó? Micsoda nevek vannak, néha azt csodálkozok. FS22-ben ilyesmi stílusú szépgépet nem tervezel? Nem, egyébként FS25-ben tervezek. Ugye arra gondoltam, hogy ez a sorozat kimehetne addig, amíg ki nem jön az FS25, és akkor onnan váltanánk egy valami hasonlóra. Meg akkor ugye ki tudjuk próbálni már azt a játékot. Ugye nem sokára itt van, addig meg ez benne így két naponta körülbelül. Igen, Zalai MGTS. Cooper feelinges videókat csinál. Néhányszor összekevertek vele, mert ugye mind a ketten zalaiak vagyunk, és tök hasonló hangunk volt, meg orgánumunk. És nagyon sokszor volt olyan, hogy az én videóim alá írta, hogy Cooper, mikor csinálsz ilyen videót, meg olyan, és meg Coopernek is írták, hogy Keeper, mikor csinálsz ilyen, meg olyan videót, tök hasonló akcentusunk volt, ugye? Ugye valaki kérdezi, miért mész mindig olyan lassan? Hát például földeken azért megyek lassan, mert nem 50-en szoktak végig tekerni, főleg ilyen régi úzuszokkal, meg ilyenekkel. Szerintem autentikusabb, megpróbálom egy kicsit beleélősen játszani, de nem úgy, mint egy őrült. Érdekelne a mentés is. Ötödik rész alatt mindenképp már ott lesz, jó gyerekek? Ötödik rész alatt mindenképp kirakom a mortpakot, meg a mentést is, jó? És akkor tudtok vele dolgozni. Ja, és akinek meg nem, lehet, hogy nem mondtam el normálisan, hogy működött ez a sorskártya. Ez úgy működött ugye, hogy ezt a gépet a rész végén vissza fogom adni, és ugye a hitelt azért vettük fel, mert nem tudok beadolni most pénzt, nem tudtam volna máshogy megoldani. Az a lényeg, a következő rész elején 1077 pénzünk lesz, és nulla adósságunk. Tehát olyan, mintha ezt így elkaptuk volna ezt a gépet, használatra ebbe a részbe. Ugye ez gyakorlatilag a sorskártya velejárója volt, csak azért elmondom, mert lehet, hogy valaki bele fog kötni, hogy megbócomba, hogy hitelt nem vehetsz fel, ugye ez azért vettem fel ezt a hitelt, tudtuk megoldani. Később ugye ezzel nem lesz probléma, mivel hogyha lesz már több pénzük, akkor meg tudjuk venni, és el tudjuk adni, meg visszaírjuk azt az összeget. Tehát most gyakorlatilag meg kell valahogy oldani. Sajnos ugye nincsen ilyen easy dev mód FS15-hoz, amivel tudod játékon belül módosítani a pénzösszegedet, vagy pedig addolni bármit be. Hamutartó! Hát papi! Ez nagyon ott volt. Szia Hamutartó! De basszus, Hamutartó! Neked nem volt más a neved? Hamira át volt írva. Basszus, Hamutartó! De egyébként a Hami hiába volt Hamira írva, mindig összekevertem mással, vagyis ez a Hamutartó, ez nagyon autentikus. János Szőke! Köszönöm szépen egyébként. Kicsit olyan, mintha live menne, lol. Igen, tudom, hogy a fehér autó az
Nem Merci volt, hanem Volga. Bocs. Bocs. Dorina, a legjobb a retro farming. Thank you very much. Köszönöm szépen egyébként a pozitív kommenteket. Nagyon durva, több mint 100 komment jött az utolsó rész alá. Nagyon szépen köszönöm őket. Igen, Gangster ott írja, hogy wow, régi intro, lol. Hát ezzel lehet haladni. Ezzel lehet haladni. Azért, ez a géphez ezt teremtették, ezt az írátárcsát. Így elég kicsinek tűnik, de ugyanaz egyelőre nem az. Vagy egyáltalán nem az. Legyen benne manuál váltó. Egyébként van a gondoltam, úgyhogy lehet, hogy bele fogok rakni egy manuál váltót. Meg ugye van ez az advanced mód, hogy tudsz összkereket kapcsolni, meg mindenfélét. Úgyhogy azt lehet, hogy berakom, az jó ötlet volt. Köszönöm szépen. Megmutatod a modokat? Zsolt Kovács írja. Hát kirakom inkább, az a baj, rengeteg mód van, most nem menjünk végig rajt, jó? Mert akkor az elveszünk egy ilyen negyed órát minimum, aztán akkor nem halad a meló, ne viccöljé. Gyerekek. Elég fura alakú egy föld ez. Tehát valamit kihozzunk belőle azért. Majd a vége itt lehúzingálom, meg ezt azt csinálom, azt jó világ. Ugye ilyenkor megtanultuk okosba. Hát, hogy tudjátok, mert itt már lehetne ugye lehúzni keresztbe, hát már ki is értünk konkrétan. Mert ugye itt már nem tiporjuk össze talán. Ugye nyomunk egy visszafordulást, aztán akkor ez a része meg is lesz. Mög is lesz. Hú, azért vetnünk is kéne, valami kis pöcs vetőgépünk van, gyerekek. Valami jó sorskártyát ki kell húznunk, hallod? Végén még azt mondjátok, megbundázta a keeper itt a dolgokat, aztán nagyon nem ám. Tök jó, hogy tudtam integrálni ezeket a dolgokat, mindent, ugye a szabályrendszert, a sorskártyákat, úgyhogy ezzel itt tök jó el tudunk lenni. Hát ott majd lehúzom még, csak itt most visszafele vegyünk, és akkor nekiállunk itten, nyomunk egy farikát. Így okosba, jó? Szósz. Hadd szóljon! Porozzon rendesen, jó porzik a föld, de rég nem is volt eső, mi? Látszik is rajta, hogy ilyen izé... Jó száraz. Porzik rendesen. Jaj, oké. Mr. P. 3807. Ljubljana. Mi az a Ljubljana? Ez valami fővárosa valaminek, mi? Lord. Van egy cég, ez komoly, hogy 2030-ig szemétezetre válsz? Csak trollkodsz, ugye? És ott van Kolompár Démon Hillnek sorskártyája, földön kívüliek. Megcsankultották a marhállományt, 40% veszteség. Hát komolyan mondom, lehet, hogy trollkodásnak szántam, de én beraktam. A biztosító nem fizet, hogy valami. Ó, szerintem egyébként várjatok. Annyit kell csinálnom, hogy kifutott a chat, úgyhogy az menjen még egyszer már. Mert különben... Aha, jó, oké, újra ment be, újra kezdte. Nehogy az legyen, hogy... nehogy üresbe menjünk. És egyébként sorrendben van, ha jól emlékszem. Viola Bence és Demon Hill. Demon Hill... Azért nézzétek, na, a kis tárcsa... Kis tarcsa, nem is kis tárcsa, kis tarcsa. Kis tárcsa izé, le van dimidzselődve. Valami nem tetszik neki, nem tudom mi odavert. Lehet, hogy ha már sejtem, hogy miért. Szerintem, hogyha keresztbe feszítem, halljátok, 9%-os a tárcsa. Szerintem megvan oldva, hogy konkrétan nem feszítheted keresztbe, de komolyan mondom, ki fogom próbálni. De ugye a tárcsád valóságban sem sincs az, hogy így
tudom én, amikor le van a földbe, akkor fogod, aztán 90 fokba elkapod a kormányt, és akkor keresztbe húzod, szétfeszül ott minden. És így lehet, hogy amiatt limidzselődött, de mindjárt kíváncsi, kipróbálom, kíváncsi vagyok rá. Ó, nagyon jó. Ja, hát ezt nagyon bemákoltuk ezt a gépet, amire ezt megtárcsáztam volna az Ursusszal. Hát 5 tank benzin kifogyott volna, az biztos. Meg még ráadásul oda szültünk volna, hallod, nagyon brutál. Azon gondolkozok, hogy ki fogok menni most egyenesen. Hogy ne menjünk ki? Na, nem megyünk ki, nem sok értelme lenne. De jó, hogy ezt meg tudtuk tárcsalni. Jaj. Régebben volt egy ilyen poénom, egy ilyen poén videó, egy ilyen mémszerű, hogy nem is tudom, buza tábla, vagy buza föld, vagy tarló tárcsázása. És akkor ugye, amikor beütsz egy számot a telefonodba, akkor azt írják, hogy egy tárcsázás. És akkor a telefonkönyvem elmentettem azt, hogy mit tudom én, tarló. Az volt a neve a mit tudom én, a telefonkönyvben egy embernek. És akkor felhívtam, akkor azt írtak, hogy tarló tárcsázása. Uá, mekkora poén, mi gyerekek, mekkora poén. Most okosba, én el akarok menni még itt egyet. Hú, ezt meg ott kihagytunk belőle, jó, mindegy. De hát igen, ezt jó hülyén oldottam meg, mert ez nem fogom tudni behúzni. Úgyhogy ez nem volt egy nagy ötlet. Na most figyeljetek, most keresztbe kapom, kíváncsi vagyok, ezt a tárcsát is sem ilyen, figyelj. Dimizselődik-e? Na, úgy látom, hogy nem. Nem tudom, mikor sebződött be az a tárcsa. Neki tolattam valaminek, vagy mi történt vele? Jó, várja. Hú, korán vettem föl. Oké, azért nem kéne összetörni a gépet, még ha nem is a miénk. Figyeljetek, hogyha hagyok közt... Azon gondolkoztam, hogy a... Hogyha hagyok közt, akkor... Ott tegye meg a rosszabb, de inkább lehúzom. Szépen itt visszatolatunk, fölveszem. Okosba visszatolatok, aztán inkább legyen meg szépen. Körcsuklóssal tolatni a legnagyobb élmény egyébként. Gondolom vágja mindenki. Hű, az autónak nem kéne. Most majdnem ugrott 10 000. Na, jó, akkor el kell vetni. Meg kéne trágyázni. Hát ez a trágyaszóróval lehet fordulhatok, hogy 3-at, de nem baj. Pénzt kell keresnünk, gyerekek. Valószínűleg, hogy... Mizével fogom kezdeni? Lehet, hogy babozunk egyet, vagy megnézzük, hogy mi megy jól ezen a mapon. Van itt egyáltalán bab? Farmi Simulator 15-be? Meg kell nézni, hogy mi megy jól, vagy nem tudom, minek van jó hozama. Meg hát permetezés kell, de... Kell itt permetezni? Szerintem kell permetezni. Valaki írta, hogy kár, hogy itt nincs gyomosodás, de szerintem volt gyomosodás, nem? Vagy én emlékszem rosszul? Ja igen, ott írja valaki, hogy 3-4 aratás után kelljen szántani. Akkor minden negyedik aratás után kelljen szántani. Jó, akkor úgy oldjuk meg. Remélem, hogy arra szerzek valami jó gépet, azt valami nagy ekével kelljen szántanom, ne izével. Az Ursusszal, a két fejesse, mert akkor megőrülünk. A fejmárnak meg izéje, jár a motorjaja. Hát, sajnos. Ez van. Nem tudom, hogy kell kikapcsolni, valami bebugolt nála. Ugye numerikus Enter-t ír, hát tovattól nem kapcsolt ki vele. Jó, mert ezen a részen nem jár autó. Ugye végzünk. Gáá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 á
volt, aszfalt.
Túl korán engedtem le a hátulja, beleért az aszfaltba. 13%-ra felugrott. 9-ről a sebződés. Jó, most annyira nem érdekel minket, mert ugye nem így miénk, de most ezt képzeljétek el, amikor mit tudom én, majd egy ilyen tök horribilis áru eszközt itt szar a széje törül. Az volt aszfalthoz ért. Túl hamar engedtem le. Hát az, hogy marha jó. Jaj, bocs gyerekek, csak beesett. Jaj, milyen szépen koszosodik. És szinte csak végig belső nézetből mentem, ne haragudjatok. Itt valahol egyébként van egy olyan föld, arra vigyázni kell, hogy van egy nagy lyuk a közepén. Egy ilyen nagy sár, egy ilyen, tudjátok, az a tipikus, amikor így egy ilyen nagyon mélyen bevonázol, és ebben konkrétan bele tudsz esni, úgy, hogy úgy kell kirángatni vele a gépet egy másikkal. Úristen, DT-t akarok, gyerekek, DT-t is akarok. Jaj, de szép a rámbos Tiger. Na. Jó van, bazze, óvatosba. Erre gondoltam, mondom, jön valami. Jaj. Aj. Na most, bazze, most aztán jó kicsesztővel, testvérem. Figyelj, ugrik a tizék pénz. Na akkor kösz! Mennyi baz... te Isten! Hogy annyira sietnék öl! Ha majdnem ide, majdnem karambol csináltam. De most érted, itt ki kell tolatnom oda. Vagy pedig majd üllőzhetek. Most... Bocs, de ki fogom próbálni, hogy milyen, hogyha belengedem az asztalba. Érdekes, most nem sebződött. Lehet, hogy ami nem sebes... Nem volt olyan gyors, nem tudom, hogy mitől függ. Jó, gyerekek, mindjárt végzünk. Elég hosszú lett a videó. Jó pörgős lett az eleje. Kicsit így rendeződnek a dolgok majd. Akkor talán nem lesz ennyire ilyen eszeveszett bolondéria. Főleg a legelején, ugye megmutattam, hogy mik vannak újdonságok. Annyi, hogy nyugodtan sorskártyák jöhetnek. Ki fogok majd térni rám mindenképpen, hogy ki milyen sorskártyát küld be, szabályok is jöhetnek. És akkor annyit még így elmondanék, hogy a következő rész elején, tehát mindenképp ugyanannyi pénzzel hitel nélkül fogjuk folytatni, mint ahogy átvettük ugye a rábát. És az ugye nyilván vissza fogjuk adni. Sőt, azt ebben a részben vissza is fogom vinni ugye az Axiához. És küldetéseket, hogyha esetleg kitaláltok, hasonlókat, mint ahogy mondtam, a buszmentés, sorskártya formába, mondjuk küszökire kell vinni autót, vagy bármit, ilyenek nagyon jöhetnek, mert szerintem azok tök jól adnák, tök jó feelingesek lennének, tök érdekessé tennék a játékmenetet, hogy olyan dolgokat kelljen csinálni, amik igazából nem vagyunk fölkészülve, vagyis gyakorlatilag nem hogy kelljen csinálni, hanem el lehessen vállalni, mert ugye nem fog kötelező lenni. Jó, jaj, azt a bőtjár. Na, hát ez nem csoda, hogy most limincs volt. Ez nem csoda. Túlságosan alászettem. De ez tök jó! Tök jó, hogy sebződnek a dolgok. Mármint rongálódnak. Ez akkora király. Ezt én bele... Várjál. Ezt én tök beleraknám a farming szimulátorokba simán. Hogy legyen, ez legyen. Legyen, igen, hogy törjenek össze. Hogy ne az legyen, hogy mindenki ugrott, meg 80-na megy a földön, meg mindenhol. Egyébként azért is megyek lassan többek között az ilyen földutakon, meg ilyen helyeken, mert konkrétan össze tudod törni a járművedet, ami nem a legvidámabb. Ezt a mellette lévő földet, hogyha megvennénk, akkor össze tudnánk szántani, nem is túl sok minden van kettő között. Meg akkor
Kicsit... Hát, ja, elég szar alakja van. Viszont még arra gondoltam egyébként, hogy ha eladunk járműveket, vagy akármit, akkor nem fogjuk visszakapni érte a normál árat. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy Rábas Tigert 250 ezerért, akkor amikor eladom, akkor lehet, hogy csak 6 ezeret fogok érte kapni majd, jó? Értitek, hogy a szabály az így lesz. Eladásnál nem lehet, hogy ne az legyen, hogy üzérkedünk vele, hogy most megveszem egy részig, mert van pénzem, utána meg eladom, meg ilyen. Hanem azok, ezek legyen mindennek tétje. Azért nem is merek erre nézni. Hát sem közútra, hát rendesen nem merek menni, komolyan már ott tartok. Lehozzuk a szélit, ott meg ott, aztán meg is vagyunk, az visszük vissza Axiához, jó összekoszoltuk meg minden. Megcsináltuk róla úgymond a videót, beszéltünk róla. Igazából ez a videó csinálás róla idézőjelesen, ez annyiba merüljön ki, hogy olyan gépet tudok csak konkrétan kivenni, kihozni, hogyha ezt még kihozzuk, ezt a sorskártyát egy bemutatáson, amiről tudok beszélni néhány sort, hogy úgy legyen ez a, úgy van értelme úgy, ahogy bemutatni, különben, hogyha annyit tudok róla mondani, hogy sárga színe van, akkor nem sok értelme legy volna. Na, még ezt a részét itt le kell dűlőznem, aztán akkor meg is legyünk. Ez jó ereje teljében van ez a gép, ezzel azért el lehetne mókázni. 13 ma úgy viszi a tárcsát, mint a szart. Ugye ezt beteszem ide keresztbe. Aztán azt a részét ott lehúzkodom. Jó, hogyha marad közte, akkor ott rohadjam meg. Valóságban se tökéletes minden. Hát öcsém, az jó összekoszolódott ez a gép, halljátok? Itt azért van izé, van koszolódás, mi? De meg van csinálva, nem kis pajasztak, nem is másodák el. Ezt jó szarul csináltam, majd legközelebb ígérem, hogy jobban fog sikerülni. Nem lett a legszebb. Oké, gyerekek, akkor menjünk vissza. Ilyen, nem tudom, 10-re berakom a tempomatot, kézigázt. Ezt okosba visszavegyünk. Gyerekek, hát ez retteltesen csúfosan koszos lett. Ez ennyire koszolódnak a gépek itt a izébe. A 15-ben. Hát ez közelében nincs basszus a izének. Vagy a 22-ben közelében nincs csak a szódás. Ehhez. Nagyszerű gyerekek. Van olyan sorskártya is ugye, hogy 10 óráig elalszol. És onnan kell folytatnod a munkát, akkor konkrétan korom sötétbe. Mivel ugye ez a maphoz tartozik egy ilyen mod. Aminek köszönhetően az éjszaka az ilyen korom sötét. Jó, itt gyorsan végighúzunk a fő utcán, betesszük neki a rettenetest. Ami keményen 24 km per óra. Ezt majd a kereszteződésbe próbálom kokosba menni, nem kéne összetörni. Ugye 1077 pénzünk volt, szóval annyi is lesz. Ez ugye nekünk ingyen volt. Itt okosba, itt nagyon-nagyon okosba. Szabályokat betartva minden. Na figyelj. Itt gyerekek. Rohadt megfontoltam. Meg kell várnunk azt a tárútot például. A mentőt is meg kell várnunk. Na, próbáljunk meg.
Jó, simán kijöd. Kicsit rálépünk a gázra. Jaj, jönnek a járművek. Ez nem lesz jó nekünk. Jaj, gyerekek, baj lesz, várják. Nem fog elférni. Áj, te hülye! Bazz. De érted, jön rá, mint az őrült bazzer rád. Ez a legszebb neki lenne. Ennyi van, öreg, az a... Komolyan mondom, hát megbolondulok. Ó, hát itt feladta a leckét most ez nekem. Jó. Na valahogy el kellett jönnöm erre, nem tudtam volna semmit csinálni, ugye odébb tolni maximum. Na figyeljetek, meg kell fordulnom. Aztán még egyszer megpróbálni ezt, hogy nem tudom, másra nem tudok, mert valahol megfordulok, megpróbálom megfordulni. És visszajövünk erre. Mégse kelljen végigmenni ugyanitt. Itt okosan valahol valamit csinálunk, egy fordulást. Ezekkel a járművekkel meggyűlik a baj a keepernek, már most előre látom. Mármint az ilyen NPC járművekkel. Okos, az a baj, hogy túl sokat tökölök, akkor meg jönnek szembe. Az a gond, nem férnek el. Föl van arra a lecke, még a forgalomban is szivatom magam. Én egyébként mindig kitalálok ilyet, hogy nehogy egyszerű legyen. A forgalomban szivatja magát a keeper, bazzer. Bazzer. Aztán rástartolunk, megpróbálunk ellépni. Nagy gáz. Jó. Oh, beértünk, bazze. Oké, gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet. Hú, végre véget ért ez a gépzúgás. Komolyan mondom, már kezdett hangos lenni. Szuper, jó volt. Nekem én egyébként nagyon bírtam, tetszett nagyon ez a dolog. Remélem nektek is tetszett. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő részben várlak benneteket. Ugye 1077 euróval fogjuk ugyanúgy folytatni. Szóval nincsen semmi mismásolás. Jók legyetek! Sziasztok!